Nyíregyházán ezekben a napokban minden a Rally Európa bajnokságról szól. Itt vagyunk a szervizparkban, picit olyan, mint a Forma 1-nek a paddockja, kamionok, sátrak és csillogó autók, bár most az autók egy része éppen a park fermében van, úgyhogy onnan nem lehet kihozni ezeket. Őri Tamás mellettem, mint promóter, minden rendben van? Ma már rajt, ugye ma este? Igen, szervusztok, minden rendben, felkészültünk. Időjárás az sajnos olyan, amilyen, úgyhogy bár ez úgy gondolom, hogy hozzátartozik a rallyhoz. Ma reggel egy kvalifikációval indult a program, ahol legnagyobb örömünkre nagyon sok néző volt, már ott is, az időjárás ellenére. Rögtön volt egy kis dráma, az Európa-bajnoki cím egyik esélyese, Lucas Habay beesett, úgyhogy reméljük, hogy folytatni tudja a versenyt. És hát készülünk a rajtszeremóniára, sajtótájékoztatóra, és délután egy komoly programmal a Rabócsiringen elindul a verseny. Ez egy szuper speciál, ez nagyon látványosnak ígérkezik, legalábbis így a pálya kialakítása alapján. Igen, több ezer nézőt várunk, egy igazi show-t tervezünk, végig sötétben, szinkronpályán, egyszerre két autó lesz a pályán, nagyon izgalmas lesz az autósport, és a rally savaborsa megtalálható lesz. A kvalifikáció olyan szempontból volt fontos, hogy ki mikor rajtol majd a gyorsaságikon? Igen, a kvalifikációban a sorrend alapján a versenyzők ki tudnak választani egy számukra kedvező rajtpozíciót, úgyhogy ezért volt nagyon fontos, és hát külön örömünkre szolgált, hogy az első öt pilóta között két magyar is található. Na, szurkolunk majd a magyaroknak, köztük van Herczig Norbert is, nagyon nagy az elvárás vele szemben, szeretnék, hogyha az első ötben végezne, de hát tulajdonképpen ő maga is szeretne majd dobogón állni. Egy interjúban azt olvastam, hogy az lenne az igazi, hogyha Nyíregyháza főterén majd ott állhatnál a dobogón a vasárnapi zárónapon? Igen, én azt gondolom, hogy kijelenthetjük bátran, hogy ilyen merész célokkal válunk neki ennek a versenynek. Hogy sikerült a kvalifikáció? Számukra nagyon jól. Előtte megelőzi a kvalifikációt egy úgynevezett szabad edzés free practice. Ott is nagyon jó időket tudtunk menni, és végig nagyon jó volt már az érzés az autóban. Azt éreztem, mint a teszten végig egyfolytában. Hál' Istennek azzal a setup-pal, beállítással tudtunk menni a kvalifikáción, hiszen az időjárás majdnem ugyanolyan volt, mint a teszten. És egy nagyon jó időt tudtunk menni. Magyar idők közül úgymond miénk a legjobb. Egy abszolút negyedik időt mentünk, és csak pár tizedek választanak el a dobogós helyezéstől, illetve az első helyezettől. Most folyamatosan esik az eső, ha így marad holnapra is, illetve vasárnapra is, az mennyire lehet neked kedvező? Ott az imént sétált el itt a gumimérnökünk, és neki szóltam csak annyit oda, hogy nincs kérdés igazából, mert amikor nem esett az eső, akkor még egy picit ilyenkor a versenyzők elgondolkodnak, hogy lehet, hogy egy nagyon puha slicket vagy egy intermédium abroncsot tesznek fel, ami kicsi vízre való, de itt nincs kérdés, mert van egy úgynevezett full vízes abroncs, amit fel kell tenni erre az időre, és aminek számunkra nagyon jó, hogy ezt is ki tudtuk próbálni a teszten, és sokat tudtunk így menni. Úgyhogy én most ezt nem bánom, ezt az esőt, nagyon-nagyon jól megvan az önbizalom ezeken a pályákon ilyen időjárási körülmények között. És ma este egy különleges verseny lesz a rallycross pályán. A fiad rallycrosshozig ellátott tanácsokkal? Igen, beszélgettünk róla, sőt, ha valahol igazi komoly nyomás van rajtam, akkor ez mindenképpen ez a mai, hiszen oda ő is ellátogat, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy fogok tudni teljesíteni, de ha esetleg nem sikerülne jól, akkor ki tudom azzal védeni, hogy nem az igazi rallycross pálya nyomvon alá megyünk, hanem egy picit módosítva, sőt azt mondom, hogy inkább bő mint 50%-a megváltozott a nyomvonalnak, mint ahogy a rallycrosson szoktak menni. Úgyhogy kíváncsi leszek, főleg, hogy sötétben lesz, így még ad egy kis izgalmat, de várom nagyon, meg várjuk nagyon közösen, mondtam Ramon nevében is. Köszönjük szépen, hát sok sikert kívánunk majd a magyar versenyzőknek, és hát kíváncsian várjuk a gyorsasági szakaszokat is. Ma este tehát Mária Pócson jön egy szuper speciál, utána pedig jönnek a gyorsaságik fent a Zemplénben.